Egy vízi tündér különleges látásmóddal, ez a Munkácsi iskola egyik diákjának díjazott alkotása. Sulák Levente saját maga gondolta ki, majd valósította meg a munkát, mint a fiatalember mondja, a víz kincs, és vigyáznia kell rá mindenkinek. Nekem nagyon fontos, én imádom a vizet, minden vízi sportot nagyon szeretek, meg hát ugye nagyon, hát innivaló, ugye, arra is gondolok ilyenkor, meg ugye ami még nagyon fontos, hogy a növényeket azt táplálja, és akkor így igazából a víz az a legnagyobb kincs a Földön. Ez pedig már egy fényképekből álló montázs, a fotókat az István Király Általános Iskola negyedikese készítette, a kedvenc helyén, a Szabadbattyáni tónál. Molnár Anna azt is tudja már, miért kell takarékoskodni a vízzel. A víz az élet, mert a víz az fontos. Nem is tudnám, mi lenne nélküle. És szeretem a vizet. A Fejér Víz vezérigazgatója hangsúlyozza, társaságuk elsők között csatlakozott a vízvilágnapi programokhoz. A pályázatot idén 29. alkalommal szervezték meg. Egyre kevesebb van a vízből, sajnos a mi kutyaink vízszintje is szép lassan apad. Föl kell hívni a fogyasztók figyelmét a takarékosságra, arra, hogy a víz valóban egy kincs. És az idei pályázatnak is a szlogenje az, hogy légy te a változás, mert sok kicsi sokra megy, és fontos már a gyerekeknél elültetni ezt a gondolatot, hogy a víz az hiába automatizmus, hogy megnyitjuk a csapot és folyik belőle, de ez egy kincs, és erre vigyáznunk kell. A pályázatra rekordszámú alkotás érkezett, több mint 500 általános iskolás döntött úgy, megmutatja, mit jelent számára a víz. A rajzokat megtartják a Fejér Víz dolgozói, és a jövőben az irodák falát díszítik.